A beruházásnak a lényege pont az, hogy nem pályázatból valósult meg, hanem a két település a saját forrásából valósította meg. Egy együttműködési megállapodást kötött a két önkormányzat, a két polgármester, hogy 50-50%-ban hozzájárul a beruházásnak a költségeihez. Mit lehet tudni erről az új burkolatról, amit az Árpád utca kapott? Az Árpád utcán egy több mint 1400 méter hosszúságban épült meg kétféle burkolat. Itt az Újhartyáni, a 405-ös úttól kezdődően egy körülbelül 150 méter hosszan az első telephelyig, mivel itt a telephelynek a gépjármű forgalma nagyon jelentős, és nagy gépek mozognak itt az úton, és kanyarodó sáv is ugye egyben ez a rész, tehát a bekanyarodás miatt egy olyan felületű aszfaltos út kellett, hogy elkészüljön, ami a nagy terhelést is jól bírja. A hosszanti szakasz is bírja a terhelést, tévedés ne essék, de egy más típusú felület készült oda. Ez egy meleg aszfaltos burkolat, a másik pedig egy makadám jellegű útburkolat, ami megépült. Települések jövője azon fog múlni az elkövetkezendő években, évtizedekben, hogy mennyire tudnak majd együttműködni. Nemrégiben néhány hete adtunk át Kakuccsal közösen egy szennyvíztisztító telepet, és most Dabassal közös beruházáson vagyunk itt megnyitóján. Ez a Dabas és Hartyán közötti határvonal ez az út, de hát vannak olyan határok, amik nem elválasztanak, hanem összekötnek településeket. Én azt gondolom, hogy ez is egy jó példa arra, hogyha két település közösen gondolkodik, hiszen az út egyik oldalán Dabasi, a másik oldalán Újhartyáni emberek laknak, élnek, dolgoznak, akkor ezek a települések közösen könnyebben tudnak megvalósítani beruházásokat, könnyebben tudnak együtt gondolkodni. Talán nem titok, beszéltünk már arról több helyen is polgármester kollégámmal, hogy más közös beruházásokat is tervez a két város, ilyen a kerékpárút, vagy esetleg ugye ennek az útnak a tovább folytatása is. Tehát én nagyon fontosnak tartom a települések közötti együttműködést, és úgy gondolom, hogy Dabas város önkormányzata és Újhartyán város önkormányzata ebben most jó példával jár elő, és nagyon szeretném megköszönni a segítséget mind a Dabasváros önkormányzatának, polgármester úrnak, mind az újhartyániaknak, akik részt vettek ebbe a projektbe, és természetesen a kivitelezőknek, akik jó munkát végeztek. Hát köszönöm mindenkinek, hogy ez elkészült, és legyen sok örömmel, használják egészséggel ezt az utat mindazok, akiknek szükségük van rá. Köszönöm, hogy meghallgattak. 2006-ban készült el az Újhartyáni út felé kivezető szakasznak az útalapépítése. Az útalap egy murvás felületet kapott, és a murvás felületnek idővel az a sorsa, hogy az azon közlekedő gépjárművek szétjárják. Ezen az úton is rengeteg kátyú volt, ugye a kátyúsodást a csapadékvíznek az útfelületen való megállása is eredményezi, és szépen idővel azért ez az útfelület, ami itt 2006-ban kialakult, a forgalomtól egy nagyon rossz állapotú úttá vált. Az volt ugye 2006-ban is az önkormányzatnak a célja az útalap megépítésével, hogy a település résznek a zsák jellegét, ugye hogy csak egy fő közlekedési útvonal, egy bekötő út van Gyón irányából, ezt tudja megszüntetni a Dabasi önkormányzat. Ugye itt az elmúlt években azért azt el kell mondani, hogy igyekeztünk az útnak a felületét megóvni, kisebb, nagyobb murvázásokkal, kotrásokkal rendbe tenni, de már látható volt, hogy hosszú távon nem tartható fönn ez az állapot. Így most egy olyan szélességű út készült el, ami a párhuzamos közlekedésre alkalmas, ami azért Dabas-Szöllőben nem sok utcáról mondható el, hiszen egy szűk keresztmetszetű utca szerkezettel rendelkező település rész Dabas-Szöllő. Ez az utca alkalmas a párhuzamos közlekedésre 100%-ban. Azokon az utcákon is megoldódik a forgalom, de a legeslegnagyobb forgalom most jelenleg a két bekötő úton halad, tehát itt az Árpád utcán és a Gyón felüli bekötő úton, ami azonban nem önkormányzati tulajdonú út. Ennek az állapotára is gyakran panaszkodnak a lakosok. Mindkét részről gyóniak, dabasszöllősiek egyaránt, akik ezen az úton közlekednek. Ennek az útnak is volt egy részleges útszélezése, egy kis felújítása az idei évben, amiről már a televízió is készített egy beszélgetést, ott már arról beszámoltunk, amit a Magyar Közút végzett el.
az idén megvalósult ivóvízberuházás miatt is, ugye ott az út szélén vezették el a főnyomó vezetéket, ahol a tisztított ivóvíz a település része beérkezik, de van azért feladatunk, és látjuk, hogy milyen feladataink vannak, még ha ezt nem is tudjuk olyan gyorsan teljesíteni, mint a lakosság elvárná. A játszótér felújítással, tájház megvalósításával, a közösségi ház üzemeltetésével, az óvoda működtetésével, tehát ezekkel az intézmény működésekkel és infrastruktúrális beruházásokkal arra törekszünk, hogy élhetőbb, minőségibb életkörülményeket teremtsünk a település részen élőknek, és felzárkóztassuk ezt a korábban valóban kicsit elmaradott település részt, mármint infrastruktúrában elmaradott település részt a város egészéhez, hogy egy egységes városképet tudjunk mutatni mindenkinek, aki ide érkezik. Egy szép úton haladunk, így értékelem én, és azt gondolom, hogy a település részen élők is hasonlóképpen gondolkodnak. Ebben az építkezésben és ezen az úton való haladásban kérem én továbbra is a Dabasszőlőkben élőknek együttműködését, szolidaritását és segítségét. Ez egy érdekes helyzet, egy érdekes szituáció, hogy Dabasszőlő megközelítését egy olyan úton lehet most már teljesíteni, amely egyben Újhartyán bizonyos részeinek a megközelítését is szolgálja, hiszen Újhartyánnak ezen területén nem csak mezőgazdasági művelési területek vannak, hanem most már több olyan ingatlan is létesült, amit újhartyániak laknak, vagy újhartyániak használnak, tehát valóban a két közösség polgárai használják majd ezt az utat, és ebben sikerült összefognunk. Nagy öröm volt számomra az, hogy az első megkeresésre nyitott volt az újhartyáni önkormányzat polgármester úr, és hát a két jegyző hölgy, akik most itt vannak, jegyzőasszony, előkészítette az együttműködést, a megállapodást, ők öntötték papírra, és végül is ebből egy testet öltött egy valódi beruházás, egy olyan közös munka, aminek valóban folytatása lesz. Én azt kívánom mind a két település közösségének, hogy megtartóak legyenek a településeink, gyarapodóak legyenek lélekszámban is, és olyan közösségek éljenek majd itt évtizedek múlva is, akik jól érzik magukat, biztonságban vannak, és európai körülményeket tudunk nekik teremteni. Hát ebben együtt fogunk működni, biztos vagyok benne. Köszönöm szépen még egyszer az újhartyáni önkormányzatnak a döntését, köszönöm polgármester úrnak a hozzáállását, az együttműködést, a jegyzőinknek a segítő munkáját, és hát Kövesdi Tamásnak is, hogy köszönjem meg annak a cégnek a vezetőjét, aki végül is olyan ajánlatot tudott benyújtani, amely a korábbi ajánlatokhoz képest jelentősen olcsóbbá tette ezt a beruházást, viszont minőségben pedig kiváló, tehát az elvárásoknak megfelelő munkát végeztek. Köszönöm szépen mindenkinek, és hát további sok közös sikert kívánok.